Hát jó. Akkor jöjjön egy történet, ami tényleg ijesztő. Jó, felőlem. Hopp, volt esélyed? Az úgy volt, hogy valami elképzelhetetlen történt a kisfiúval. Ebben az utcában, ebben a házban. Shrek az ördögűző. Jött valaki, az utolsó remény. Mivel mindenki elkerülte ezt a helyet. Úgy tudom, hogy már vártatok. Te vagy a... Úgy van, én vagyok. A babysitter. Há, igen, hál' Istennek, hogy eljött. A fiam, nem tudom, hogy mi szállta meg. Soha nem láttam ehhez fokatót. Ne félj, öreg, otthon három kis ógrém van. Ez meg se kottyan nekem. Jó, ne nézzük. Komolyan beszélek, végig próbáltam minden trükköt, látod? Minden bajra egy mese? Jaj, ugyan már, egy luttok és tanácsot. Kérlek, ezt te nem érted, mintha két külön ember lenne. A te fiadnak fegyelmezés kell, nem pedig pszichológiai halandja. Szépen bemegyünk oda, a szemébe nézünk, és megmutatjuk. Kérlek, mondd, hogy egyetlen gyerek. Szevasz! Hát itt van a probléma! A feje rosszul van feltéve! Csillagfény, ha égenje, hozz neked sok cicát! Nekem hozzon nyugodt estét, amikor te alszol, én pedig kipakolom a frigót! Oké! Látod? Gyerekjáték! Mindig mondom, ha nevelésről van szó, légy szigorú, de igazságos. Mutasd meg, hogy komolyan gondolod. Megint kim van az ágyból, igaz? A kesztyűbábukkal sosincs ilyen gond. Na jó, mi ez az egész? Hangok. Hangok? Itt van! Megmondják, mit tegyen! Hangok vannak a fejedben. Néha! És miféle dolgokra vesznek rá a hangok? Kikorán kell, amit mi ütött a kölyökbe? Összefogod. Talán énekelj neki egy dalocskát. Gyere ide! Mi a... Úgy nézek én ki, mint aki tud altató dalokat. Énekelj! Aludj hát, jó szakát, und le szemedet végre. Ha elalszol, Shrek lefalcol, és kijut innen élve. Tudod, ha túllátunk a szárkákon és madzagokon, egész aranyos kölyök. Most meg hová tűnt? Jó, megőrébb, mint holnap egy tózal. Na, ilyet se látni minden nap. Hagyd abba! Tűnj innen! Gyere csak vissza! Vagyok Pinókió, tücsök vagyok. Végig te voltál az a hang a fejemben. Így van. Én tettem azokat a gondolatokat a kobakodba. A lelki ismereted vagyok, és ameddig hagyod, addig az is lesz. Itt a vége. Az nem én voltam. Nekem sosem volt bogár a fejemben. Kérdezz bárkit. Akkor miért nem kérdezzük meg inkább a lelki ismeretet? Akkor most ki csal? Nos, már. Úgy látom, ketten maradtunk. Csak tessék, nem tudsz olyat mondani, ami megijeszt.
Akkor nincs egyéb dolgunk, mint hogy itt ülünk a sötétben, és várjuk a szellemet. Szellemet? Milyen szellemet? Hát Farquaad szellemét. Ami azt illeti, emlékeim szerint neked komoly szerepet volt korai elhalálozásában. Öregem, az baleset volt. Amellett ez a szellem sztori csak mendemonda, te is tudod. Tényleg? Oké, ez csak a szél. És úgy látszik, tudja a nevemet. Nagyon vicces, Shrek, de tudom, hogy te csinálod. Én itt állok melletted, szamár. Na ne, itt nem kísért semmi szellem, és ha feljön a nap, szamár lesz Halloween új király, pont itt áll mögöttem, igaz? Úgy látszik, túl nagy volt neki a kísértés. Összecsinálunk magunknak egy kis vacsit. Szerintem. Fogjuk a srácokat és menjünk. Ezért vagyunk mi, Halloween királyai. Hogy megijedt? Szerintem nem látjuk egy hónapig. Na, és milyen trükköt húzol elő még a kalapból? Mondjuk 7 tojást. Réma. Csípem a Halloween. Ne rázzad rá! Kicsit sem örülök!